Hello, sziasztok, és nagyon szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám keddi napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici, Csopak és Palóznak között konkrétan. Nos, lányok és fiúk, kedves nézőim, én itt vagyok Csopak és Palóznak között, nagyjából fél úton. Ez természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videó lesz tőlem Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit ezúttal itt rögzitek Csopak és Palóznak között. És akkor jöjjön hát a folytatás, jöjjön annak a sétának a folytatása konkrétan, amit én az ezt megelőző videómban kezdtem el, de ahhoz, hogy értsetek, hogy én itt tulajdonképpen miről is dumálok, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videót is, köszönöm szépen. És én hamarosan folytatom tovább arra felé a sétámat, tehát abba az irányba fogok haladni a továbbiakban, pillanatokon belül, de még mielőtt elkezdenénk arra felé haladni, megmutatom nektek, hogy hogy is néz ki a közvetlen környezet, íme, így néz ki a közvetlen környezet, ahogy látható ezen a felvételen. Hát konkrétan itt vagyok Csopak és Palóznak között, nagyjából fél úton. Ott a háttérben ugye, ott látszik is Csopak, tehát a háttérben, ami ott látható, az Csopak, és konkrétan ugye abba az irányba Csopak van, tehát Csopak van abba az irányba, konkrétan, tehát arra felé van Csopak. És ott a háttérbe ki is sejlik maga a falu, tehát maga Csopak. De a háttérben lehet is látni a református templomnak a tornyát, a csopaki református templomnak a tornyát, lehet is látni ott a háttérben. És így néz ki a közvetlen környezet, ahogy látható ezen a felvételen, és az pedig ott természetesen Csopak, és abba az irányba van a Balaton, tehát arra felé van a Balaton, abba az irányba, és így néz ki a közvetlen környezet. Íme. És én folytatom is tovább a én kis sétámat, konkrétan azt a sétámat, amit én az ezt megelőző videómban kezdtem el, de ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is dumálok, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videót is, köszönöm szépen, és akkor szépen haladok is tovább errefelé. És akkor én, ahogy látható ezen a felvételen, én már folytatom is tovább az én kis sétámat, amit én az ezt megelőző videómban kezdtem el. Tehát nézzétek meg az ezt megelőző videót is. És akkor mindjárt mutatom, hogy a továbbiakban merre felé fogok haladni konkrétan. Hát én konkrétan a továbbiakban arra felé fogok haladni, tehát abba az irányba fogom folytatni az én kis sétámat. Tehát konkrétan arra felé fogom majd folytatni az én kis sétámat, de még mielőtt folytatnám arra felé az én kis sétámat, megmutatom néktek konkrétan, hogy az ezt megelőző videómban honnan is érkeztem, vagyis melyik irányból. Arra felé van Csopak, de nem arról érkeztem, hanem mindjárt mutatom, hogy honnan is érkeztem az ezt megelőző videómban, íme. Én az ezt megelőző videómban konkrétan abból az irányból érkeztem, arra felé van a csopaki vasúti megállóhely, ahol én ezt a sétát tulajdonképpen elkezdtem, de ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is dumálok, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videót is, köszönöm szépen. Tehát én ugye abból az irányból jöttem, az ezt megelőző videómban, így hát a továbbiakban nem arra felé fogok haladni, hanem szépen fordulok egy 180 fokot, és folytatom tovább az én kis sétámat, itt Csopak és Palóznak között. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor szépen haladok tovább arra felé. És ahogy látható ezen a felvételen, én már haladok is tovább. Itt pillanatokon belül ki is érek egy műútra, ami konkrétan Csopak és Palóznak ott köti össze. Ez a műút, ahol majd mindjárt a traktor el fog haladni, de a traktor be fog kanyarodni a Arany János utcába,
Hogy láthassátok ezen a felvételen, a traktor bekanyarodott az Arany János utcába. Mert az ott szembe az Arany János utca, ami Csopakhoz tartozik még. Tehát az Arany János utca az még Csopakhoz tartozik. És akkor itt lassacskán át is megyünk ezen a műúton. Tehát átslisszanunk. Ígyni, szépen át is slisszantunk. És ugye ez itt az Arany János utca. Ha ezen az úton indulnánk el, akkor szépen vissza tudnánk sétálni a Csopakig, a községházáig. Tehát, hogyha ezen az Arany János utcán én most elindulnánk gyalogosan, amerre éppen a traktor halad, akkor én szépen vissza tudnánk sétálni egészen Csopakig a községházáig, hiszen ez az Arany János utca konkrétan beletorkolódik a Petőfi Sándor utcába, és a Petőfi Sándor utcában található a Csopaki községháza, ami konkrétan arra felé van. Tehát ez itt az Arany János utca, ugye ez az Arany János utca, ez beletorkolódik a Petőfi Sándor utcába, és a Petőfi Sándor utcába található a Csopaki községháza, vagyis konkrétan arra felé. Na de mi nem arra felé fogunk haladni, mert nem. De mióta utoljára itt jártam, azóta itt van az én némi változás, hiszen hogyha megnézitek a 3 évvel vagy a 4 évvel ezelőtt készült videókat, amik ugyanezen az útvonalon készültek, akkor ez még murvás út volt, most ahhoz képest ez konkrétan egy szilárd burkolatú út lett, tehát megcsinálták szilárd burkolatúra az Arany János utat, ami valójában úgy 3 évvel ezelőtt még konkrétan murvás út volt, a legjobb tudomásom szerint, meg a legjobb emlékezetem szerint, tehát ez murvás út volt, sőt, van is olyan videó a csatornámon, ahol ez még murvás út, és nem pedig ilyen szilárd burkolatú, mint amilyen most, ahogy látható ezen a felvételem. Na de, most már ezt jó kiveséztem, így hát nem arra felé fogok haladni, hanem mindjárt mutatom, hogy merre felé fogok én haladni. Hát én konkrétan Palóznak felé fogok haladni, tehát arra felé, mert konkrétan abban az irányban van Palóznak, mert arra felé van Palóznak, tehát erre felé van Palóznak konkrétan, tehát az erre felé van, és akkor mindjárt mutatom nektek, hogy honnan is jöttem. Tehát konkrétan én ugye abból az irányból jövök, tehát onnan jövök, helyi jelentőségű védett természeti terület, ott szemben ott van a tábla, arra felé van Csopak, és ez pedig itt a Palóznaki út, abba az irányba van Csopak, tehát arra felé van Csopak, látható is ott a háttérben maga Csopak, és ott lent pedig már a Balaton is felsejlik, tehát ott lent a Balaton is látható, ott Csopakon túl, na meg természetesen arra felé is látható a Balaton, tehát konkrétan arra felé is látható, és így néz ki a közvetlen környezet, és én folytatom tovább a sétámat arra felé, és akkor haladok is Palóznak irányába, és közben meg is érkeztem Palóznaknak a területére, tehát ez itt már Palóznaknak a területe, ahol most éppen sétálok. Itt ugye található egy vízkifolyás, tehát itt, amint láthatjátok a felvétel, itt van egy vízkifolyás, de ezt senkinek se tanácsolom, hogy ebből a vízből igyon, mert ez nem ivóvíz, mert tényleg nem ivóvíz, ami itt kifolyik, tehát ez konkrétan ez nem ivóvíz, ami itt látható, íme, ott látható a vízkifolyás, hát ez konkrétan nem ivóvíz, tehát senki se igyon ebből a vízből, mert ez nem ivóvíz. Igaz, én 3 évvel ezelőtt ittam belőle, vagy 4 évvel ezelőtt, nem lett tőle semmi bajom, de ez nem ivóvíz, tehát ebből ne igyon senki, aki erre jár, konkrétan, mert ez nem ivóvíz. Ezt nem győzöm hangsúlyozni, pedig én 3 évvel ezelőtt, konkrétan, tehát 3 évvel ezelőtt én ittam ebből a vízkifolyásból, tehát ittam 3 évvel ezelőtt belőle, és nem lett tőle semmi különösebb bajom, de senkinek se ajánlom, hogy ebből a vízből itt igyon, akár egy kortyot is, mert nem ivóvíz. Lehet, hogy nekem nem ártott, de másnak meg árt, maradjunk ennyiben. És akkor én folytatom is tovább a én kis sétámat méghozzá
arra felé, a Lóznak irányába. És itt majd nem sokára balra be fogok kanyarodni a Görbe utcába. Tehát majd itt pillanatokon belül le fogok kanyarodni majd balra. Szépen rá fogok térni a Görbe utcára, ami majd itt lesz nem sokára található. Konkrétan, ami már itt is van, tőlem balra. Abba az irányba ugye tovább palóznak. Tehát ugye arra felé, ha tovább sétálnénk, akkor el tudnánk sétálni egészen Palóznakig, abba az irányba, tehát arra felé Palóznak, illetve lovas található arra felé. És akkor egy kis körültekintés, ott a háttérben felsejlik a Balaton, és így néz ki a közvetlen környezet, ahogy látható ezen a felvételen, íme. Hát én konkrétan ugye abból az irányból jövök, arra felé van Csopak, tehát abba az irányba van Csopak, én abból az irányból jövök. Közben elengedem ezt az autót, mert itt jön lefelé egy autó, jön ki innen a Görbe utcából, én szépen elengedem. Tehát abba az irányba van Csopak, amerre konkrétan az az autó halad, és akkor így néz ki a közvetlen környezet, ahogy látható ezen a felvételen. Ott lent a Balaton már látható nagyjából, tehát abban az irányban van a Balaton. Sőt, ott már konkrétan látható is a Balaton, tehát látható, tehát ott már látható is a Balaton. És akkor ez itt amúgy az Igmándi ház buszmegállóhely, tehát itt van is egy buszmegállóhely, méghozzá Palóznak Igmándi ház, ennek a buszmegállónak a neve. És arra felé van Palóznak, illetve lovas. És akkor itt mindjárt be is kanyarodok balra a Görbe utcába. Itt van egy esőbeálló, hogy láthassátok ezzel felületen, itt van egy esőbeálló, ami egyébként egy buszmegálló helyhez tartozik. Tehát itt, ahogy mondottam, itt van egy buszmegálló hely is. És ez már itt valójában Palóznak. És ez pedig itt, ahova én most betérek, ez pedig itt a Görbe utca, ami arra fölfelé halad, tehát ez itt a Görbe utca, és akkor ezen én szépen el is indulok felfelé, itt a Görbe utcán, lányok és fiúk, kedves nézőim, tehát szépen itt el is indulok fölfelé a Görbe utcán, ami egyébként már Palóznakhoz tartozik, tehát ez már konkrétan Palóznaknak a területe, ahol most éppen bóklászok, tehát ez már tulajdonképpen Palóznak, és akkor szépen haladok is itt fölfelé a Görbe utcába, aminek nem véletlenül a neve az, hogy Görbe utca, hisz láthassátok, hogy rendesen kacskaringós, vagyis más néven Görbe, ezért hívják Görbe utcának nyilván, azért mert ilyen kacskaringós, meg hát ugye már több alkalommal is jártam itten, tehát nem ez az első alkalmam, hogy én itt bóklászok. Tehát itt már nem is tudom, hogy hanyadik alkalommal járok. Hát maradjunk annyiban, hogy nem az első. Tehát elég sokszor jártam már itt korábban, sőt, én már korábban készítettem itt videókat is. Hogyha megnézitek a csatornámat, ott találhattok olyan videókat úgy 3-4 évvel ezelőttről, amik ugyanezen a útvonalon készültek, ahol most éppen haladok. És ez ugye, ahogy mondottam, ez a Görbe utca, ami egyébként már Palóznakhoz tartozik, és itt tőlem balra itt már szőlőültetvények vannak, ahogy látható ezen a felvételen. Ott a háttérben pedig a Csákányhegy látható, tehát az ott a háttérben a Csákányhegy, ami ott látható, tehát az ott a Csákányhegy, amit ott lehet látni a háttérben, és itt már ugye szőlőültetvények vannak. Hisz ez a vidék ugye a szőlőjéről híres, ugye csopaki borvidék, méghozzá történelmi borvidék, ez ahol most éppen sétálok, tehát ez a csopaki történelmi borvidék tulajdonképpen, és ez pedig itt a Görbe utca, ahol most éppen bóklászok, most már Palóznak területén, nem mellesleg,
hiszen ugye mióta elindultam ebből a sétával ebben a videóban, azóta már ugye akkor még ugye Csopak és Palóznak határán voltam, de közben ugye átértem ide Palóznak területére. Ezt nézzétek, milyen jó kis házikó van itten, tök jó néz ki, ahogy látható ezen a felvételen. És akkor szépen haladok tovább ebből a sétával természetesen. Itt Palóznak területén, a Görbe utcában, aminek nem véletlenül a neve Görbe utca, hiszen tele van kacskaringóval, illetve kanyarral, és nyilván ezért Görbe utca. És amúgy mindvégig egy kicsit emelkedik is, tehát van itt némi szintemelkedés is, ha nem is sok, de van némi szintemelkedés is, mióta elindultam ezen a Görbe utcán, itt Palóznak területén, és akkor itt szépen haladok előre felé, ahogy látható ezen a felvételen, és érik már a Csipkebogyó, ezt nézzétek, érik a Csipkebogyó, ide nézzetek, íme, érik már a Csipkebogyó, ahogy látható ezen a felvételen, tehát elkezdett beérni a Csipkebogyó, mert ez itt Csipkebogyó, ahogy látható ezen a felvételen, szépen érik már befelé, tehát kezd már piroslani, és akkor haladok tovább, itt a Görbe utcában, hát és egy újabb kanyar, természetesen, hisz ugye Görbe utca, ezért a neve Görbe utca, mert tele van kanyarral, és akkor itt egy kicsit megállunk és eltekintünk balra, és itt balra tőlem ugye egy újabb szőlőültetvény látható, ahogy látható ezen a felvételen, tehát itt egy újabb szőlőültetvény látható, és ott a háttérben pedig a Csákányhegy, tehát az a hegy, ami ott látható a háttérben, az konkrétan a Csákányhegy, és a Csákányhegy tetején van egy kilátó is, ami innen nem látható, mert ugye a fák takarják, de ott fönn a Csákányhegy tetején van egy kilátó is, méghozzá a Csákányhegyi kilátó, amit tök könnyű megközelíteni Csopakról is, meg Palóznakról is, csak a balatoni kék túra útvonalon kell haladni, és akkor az érinti is tulajdonképpen a Csákányhegyi kilátót, ami ott található fönt a Csákányhegyen, csak ugye erről az oldalról nem látható, mert takarják a fák, de ott van fönt a Csákányhegyi kilátó, és nagyon könnyen megközelíthető, akár Csopak felől, vagy éppen Palóznak felől is még hozzá a balatoni kék túra útvonalon. Igaz, van benne jócskán mászás, tehát van benne jócskán jó nagy szint különbség, és elég meredek is az út, de nagyon jó megközelíthető a Csákányhegyi kilátó, ami ott fönn található a Csákányhegyen, csak ugye nem látható erről az oldalról, mert a fák takarják magát a Csákányhegyi kilátót, de amúgy ott van fönn a Csákányhegyen. És itt meg egy szép kis szőlőültetvény látható, és így néz ki a közvetlen környezet, ahogy látható ezen a felvételen. Én ugye abból az irányból jövök, tehát onnan jövök, és így néz ki a közvetlen környezet, ahogy látható ezen a felvételen, és az pedig ott a Csákányhegy. És akkor szépen haladok is tovább én ebből a sétával, tehát nem húzom az időt. Mondjuk van időm bőven, hiszen szabadságon vagyok ezen a héten végig, így hát bőven van időm. Ezért is videózok tulajdonképpen, mert ugye szabadságon vagyok, és ugye, hogy legyen némi videó is, így hát úgy gondoltam, hogy eljövök ide Csopakfalu környékére, és forgatok egy pár darab videót, és itt pedig majd a Mandel Camping is megtalálható lesz. Itt van ugye az útbaigazító tábla, hogy Mandel Camping, ahogy látható ezen a felvételen, tehát oda van írva, hogy Mandel Camping, tehát az itt található. Hát ő konkrétan ugye ezen az úton, tehát ezen az úton lehet megközelíteni a Mandel Campinget, tehát ezen az úton lehet megközelíteni, ami itt látható. Ott pedig van egy kerékpár.
és így néz ki a közvetlen környezet. Én ugye abból az irányból jövök, tehát onnan jövök, és szépen haladok tovább ebben a sétával természetesen, méghozzá arra felé. Haladok tovább itt a Görbe úton, tehát a Görbe utcában haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Tök jó neve van, hogy Görbe utca, de érthető is, hogy miért, hiszen láthattátok, hogy mióta elindultam ezen a Görbe úton, volt benne jó pár kanyar, és nyilván ezért van elnevezve Görbe útnak, vagy éppen Görbe utcának. Itt pedig egy lakóautó, ami egy Ford, ha jól látom, igen, ez egy lakóautó, ami egy Ford akar lenni, rendszámtáblája nincsen, tehát ez itt egy lakóautó. Ja, és ez szerintem egy Ford. Ja, ez egy Ford lesz. Mindjárt megmondom nektek, ha szemből. Igen, ez egy Ford. Ezt nézzétek. Mutatom. Íme. Itt van egy Ford lakóautó. Hát ez sem mai gyerek már, ahogy látható ezen a felvételen. Láthassátok, hogy ez már nem mai gyerek, ez a lakóautó. De ez egy Ford konkrétan. Tehát ez egy Ford. Ez a lakóautó, ahogy látható ezen a felvételen. Hát rendszámtáblája már nincsen, tehát ki van vonva a forgalomból. És ugye én abból az irányból jövök, arra felé van valójában csopak. És akkor így néz ki a közvetlen környezet. Itt ugye egy szép szőlőültetvény. És akkor szépen haladok is tovább én ebből a sétával, méghozzá arra felé. És nem sokára itt véget is ér a Görbe út, a Görbe utca, hiszen beletorkolódik a Kishegyi útba a Görbe utca. Itt szépen bele fog torkolódni a Kishegyi utcába konkrétan, a Kishegyi útba, ami tulajdonképpen Palóznakot köti össze Csopakkal. Tehát Csopak és Palóznak között több útvonal is van, ami összeköti a két falut. Hát kettőről biztos, hogy tudok, ami szilárd burkolatú, tehát kettőről biztos, hogy tudok, sőt háromról. Beleszámolom a 71-es számú főutat is. És akkor itt a Görbe útnak a vége. Itt torkolódik bele a Kishegyi útba. Tehát itt ér véget a Görbe út konkrétan. És én majd a további abban ott a Vincellér úton fogok haladni. Tehát az ott szembe az ott a Vincellér út. És én a továbbiakban majd azon fogok haladni, egészen Palóznakig, ott a Vincellér úton. És akkor itt van ugye a Kishegyi utca, illetve a Görbe utca kereszteződése, az arra felé a Kishegyi út. És akkor mutatom nektek, hogy honnan is jövök. Én konkrétan ugye abból az irányból jövök, tehát onnan jövök, abból az irányból jövök, és így néz ki a panoráma. Ott lent a Balaton látható. Tehát ott lent a Balaton látható. Ha egy kicsit tovább fordulok, arra felé van Csopak, és Csopakon túl az a földnyelv, ami belóg a Balatonba, az pedig a Tihanyi félsziget. Igaz, hogy ti ezt nem nagyon láthassátok a széles látószög véget, de ott látható a Tihanyi félsziget is a háttérbe, Csopak után. És akkor így néz ki a közvetlen környezet íme. És ugye, hogyha abba az irányba elindulnánk, akkor arrafelé vissza tudnánk sétálni egészen Csopakig, a községházáig, mert konkrétan arrafelé van a csopaki községháza, tehát arrafelé van, de mi nem arrafelé fogjunk folytatni a sétánkat, hanem majd a Vincellér úton fogok a további abban haladni. Ugye ott szembe ott a Csákányhegy látható, tehát az ott hegy, szembe az a hegy az ott a Csákányhegy, és ez pedig itt ugye, ha abba az irányba fogok haladni, ugye arra felé pedig a Vincellér út található, konkrétan ott azon az úton fogok tovább haladni, ami ugye a Vincellér út, és azt szépen be fog vinni majd Palóznak falura, ez a Vincellér út, nem mintha ez a Kishegyi út nem vinne be, mert ez itt a Kishegyi út, és ez is bevinne Palóznakra, méghozzá a Mázsa térre,
Tehát ez az úton, hogyha most elindulnánk arra lefelé, akkor szépen be tudnánk sétálni egészen Palóznakig, a Mázsa térig, mert konkrétan ott ér véget a Kishegyi út. Tehát ez itt ugye a Kishegyi út, és ha elindulnánk arrafelé, akkor szépen be tudnánk sétálni egészen Palóznakig, a Mázsa térig. És akkor így néz ki a közvetlen környezet. Én majd a továbbiabban arrafelé fogok haladni tovább a Vincellér úton. És ez pedig ugye, hogyha elnézünk itt a másik irányba, tehát ha elnézünk abba az irányba, ugye arrafelé található Csopak, illetve errefelé van a csopaki községháza is konkrétan, amerre ez az autó halad. Tehát arrafelé van Csopaki, illetve a csopaki községháza is konkrétan arrafelé van. Tehát abba az irányba, amerre most el is indulok egy kicsit. Tehát ebbe az irányba van a csopaki községháza is tulajdonképpen, mert errefelé van a csopaki községháza. Na de én most nem fogok elsétálni a csopaki községházáig, hiszen ugye én Palóznakra fogok elsétálni. Tehát ha errefelé folytatnám tovább a sétámat, akkor szépen el tudnánk jutni egészen a csopaki községházáig, tehát arrafelé Csopak. És ez pedig itt az olasz Riesling tanösvény, arrafelé, Csopak irányába. Tehát ez itt az olasz Riesling tanösvény, ami itt látható. És akkor így néz ki a közvetlen környezet. Ott a háttérben ugye a Csákányhegy látható, itt ugye egy újabb szőlőültetvény, ugye fakerítés, ugye magánterület, és akkor én a továbbiabban arrafelé haladok, tehát haladok tovább a Vincellér úton, egészen Palóznakig, mert ugye Palóznakig fogok végeredménybe elsétálni a Vincellér úton, arrafelé tovább egyenesen pedig a Kishegyi út vezet, ami ugyancsak Palóznakra vinne be. Én pedig konkrétan ugye ebből az irányból jövök, tehát ez itt a Görbeút, én ebből az irányból jövök, tehát onnan jövök, ez itt ugye a Görbeút, és így néz ki a táj. Ezt nézzétek, tök szép ez itt arra lent, nagyon jól néz ki. És ott a háttérben pedig Csopak látható, illetve a Tihanyi félsziget. És akkor ugye abba az irányba Csopak, és ugye így néz ki a közvetlen környezet. És akkor haladok itt tovább itt a Vincellér úton. Tehát itt a Vincellér úton fogok tovább haladni, ami itt van írva, hogy Vincellér út. Tehát ezen fogok majd a továbbiakban haladni, ezen a Vincellér úton. Tehát ezen fogok majd haladni a továbbiakban, egészen Palóznakig, de ez majd egy következő videó témája lesz, mivel hogy ezt a videót itt és most lezárom, és egyelőre megköszönöm a figyelmeteket, hogy itt voltatok velem ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. Ha tetszett ez a videó, akkor díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, tartsatok velem legközelebb is egy következő videóban, addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici, Palóznak faluból, a Vincellér útról. Sziasztok! És én majd a továbbiabban arrafelé fogok haladni, de ez majd egy következő videó témája lesz. Sziasztok!